Államalapító Szent István királyunk tiszteletére és az új kenyér megáldására megemlékezést tartottak Hévízen, mely a Szent Korona ünnepélyes behozatalával kezdődött, majd a hagyományokhoz híven szentmisét tartottak a Szentlélek templomban Kis László esperes plébános celebrálásával. A szentmise után a városi ünnepség nemzeti himnuszunk közös eléneklésével folytatódott. Kedves vendégeink, tisztelettel köszöntöm Önöket Hévíz város államalapító Szent István király tiszteletére és az új kenyér megáldása alkalmából rendezett ünnepségünkön. Tisztelettel köszöntöm Pap Gábor urat, Hévíz város polgármesterét, és a képviselő testület tagjait. Köszöntöm rendezvényünkön az egyházak képviselőit, Kis László esperes urat, Péntekné Viszkeleti Márta református lelkészasszonyt, és Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész urat. Tisztelettel felkérem Pap Gábor urat, Hévíz város polgármesterét, tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt emlékező közösség, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Hévíznek az államalapítás évfordulóján rendezett ünnepségén. Külön tisztelettel köszönöm Kis László esperes urat, akinek egyúttal köszönetemet is szeretném kifejezni azért, hogy ez évben is helyt adott megemlékezésünknek itt, Isten házában. Többeknek esetleg szokatlannak tűnhet még ma is, hogy ezen városi megemlékezésünket egy templomban tartjuk meg, de én magam úgy vélem, illőbb helyet ennek az ünnepnek, megemlékezésnek nem találhatnánk.
első királyunk a magyar keresztény egyház létrehozójára hol máshol is emlékezhetnénk méltóbban, mint itt a Szentlélek templomban. Szent István királyunk volt az, aki több mint egy évezreddel ezelőtt bevezette a magyarságot Európa keresztény népeinek közösségébe. Életével a lehető legkiválóbb példáját mutatta annak, miként lehet igaz, keresztényként élni, cselekedni, kormányozni. A királyi méltóság rendje, írja fiához, Imre herceghez intézett intelmeiben, úgy hozza magával, hogy arra egyedül katolikus hittel eltelt hívők jussanak. Ezért a mi tanításaink során az első helyet a szent vallásnak adjuk, elsőben is parancsolom, hagyom és javallom néked, én szerelmes fiam, a kívánatos előtted a királyság koronájának tisztessége, légy a katolikus apostoli hitnek szorgalmas megtartója. Mert akinek hamis hitök vagyon, avagy hitüket cselekedetekkel bénem töltik, és fél nem ékesítik, sem itt nem uralkodhatnak tisztességgel, sem az örök birodalom koronájában nem lesz részük. Ha pedig a hitnek pajzsát megtartod, az üdvösség sisakját is felveszed, ha pedig valamikor találtatnának a te hatóságod alatt olyanok, akik a Szent Háromság alkotmányát megbontani, abból valamit elvenni, avagy hozzátenni akarnának, ilyeneknek se táplálást, se oltalmat ne adj, nehogy magad is társuknak és jó akarójuknak látassál. Tisztelt jelenlévők! Az imént idézett sorokból, az intelmek minden más soraiból is világossá válhat előttünk, hogy István királyunk olyan államot képzelt el, hirdetett és valósított is meg, melynek alapját a Krisztusba vetett hit, a nemzeti értékek és hagyományaink megőrzésének fontossága, feladata adja. Egy oly korban, ahol és amikor a környező országok arra törekedtek, hogy a frissen szerveződő fiatal magyar államot saját fennhatóságuk alá tereljék, Istvánnak sikerült az ifjú magyar állam önállóságát megőriznie és megtartania. Törekvései sikerrel jártak. Mert felismerte, hogy ez az állam csak úgy maradhat erős, önálló és független, ha megtartja, továbbadja ősei örökségét, de épít a hit összetartó és bástyaként óvó erejére is. Sokan támadták pedig, országon belül és kívül egyaránt. Ő rendületlen maradt, segítette őt ebben atyái öröksége és szilárd keresztény hite. Tisztelt emlékezők! Öröm látni, hogy ma ebben az országban is szép számmal vannak olyanok, akik Szent István örökségének követői, ha úgy tetszik, védelmezői. Olyanok, akik elkötelezettek a keresztény értékrend iránt, és ezen elvek mentén élik életüket, ezt az értékrendet adják át gyermekeiknek is. De vannak, akik ezzel az örökséggel éppen szembe mennek, akik próbálják háttérbe szorítani, sőt, már-már nevetségessé tenni a keresztény értékeket, a nemzeti büszkeség és önállóság fogalmát, a hazafias érzelmeket, és mindazokat, akik ezen eszméknek hangot adnak, ezen értékek mentén kívánnak élni. Vannak, akik megkérdőjelezik a hagyományok, a hit fontosságát. Akik megnyilvánulásaikkal azon igyekeznek, hogy gyökereinket, melyekkel ebben a földbe kapaszkodunk kereszténységgel, nemzettudattal, családszeretettel, kitépkedjék, a földből is kiírtsák. Megkérdőjelezik a hagyományos értékek helyén valóságát, létjogosultságát. Ha István annak idején ezeket az ellenerőket érvényesülni engedte volna, ha nem tett volna meg mindent megfékezésükre, vajon hol tartana a magyarság? Beszélhetnénk egyáltalán magyar nemzetről, magyar szokásokról, magyar hagyományokról, magyar családokról? Költőjek a kérdések, tudjuk, hogy nem így volna. Éppen ezért
nem szabad hagynunk, hogy bizonyos erők fellazítsák hitünk és hagyományaink kereteit, megtapossák, megtépázzák azokat a normákat, amik szerint több mint 1000 éve élünk itt a Kárpát-medencében. Első királyunk elszántan küzdött az ehhez hasonló erők ellen. Nekünk is elszántaknak kell lennünk, erősnek, múltunkhoz, gyökereinkhez hűnek. Csak így tudjuk megakadályozni, hogy idegen népek tapossák el szokásainkat, népi hagyományainkat, csak így tudjuk megakadályozni, hogy ezek az idegen eszmék szaggassák darabjaira az olyan fogalmakat, mint család, haza, egység, hit. Nézzünk körül ebben az űrzavaros világban is. Azt látjuk, hogy azok az államok, melyek szabadjára engedik ezeket az eszméket és képviselőiket, kezdik elveszíteni nemzeti identitásukat, elveszítik a kontrollt saját államuk irányítása felett. Nem gondolom, hogy nekünk is ez a célunk, István királyunk államalapítónk erős állam alapjait tette le. Ezt az erős államot csak úgy tudjuk őrizni, tartani és megtartani korunk zűrzavarában, ha az istváni eszmékhez továbbra is ragaszkodunk. Hogy is fogalmazott Teleki Pál miniszterelnökünk? A mi feladatunk a Szent Istváni állameszmét lelkünkben ápolni, a korokon áthordozni, és a mai kor minden nehézségén is átmenteni egy olyan időre, amikor magunknak és Európának is ismét egyik vezércsillaga lehet becsületességben és a nemzetek közötti békének ápolásában. Nekünk, magyar nemzetnek és mindazoknak az államoknak, melyek képesek és akarnak nemzetben és hagyományokban gondolkodni, ez a feladatunk. Visszaállítani Európa alapértékeit, becsülettel védeni azokat, megtalálni a nemzetek közötti békét úgy, hogy közben függetlenségünket, nemzeti identitásunkat méltósággal őrizzük és tartsuk meg. Ahogyan István király idejében, úgy ma is létkérdés ez. Ehhez kérjünk erőt, elszántságot itt, ebben a templomban is attól, akitől első királyunk is merítette hitét és erejét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, polgármester úr, ünnepi gondolatait. Most pedig fogadják szeretettel a Hévízi Tiszta Forrás dalkör műsorát.
Köszönöm a Tiszta Forrás Dalkör ünnepi műsorát. Tisztelt ünneplő közönség! A következő percekben a történelmi egyházak képviselői megszentelik és megáldják az új kenyeret, melyet a Komáromi Pékség ajánlott fel, amit ezúton szeretnék megköszönni. Felkérem Péntekné Vízkeleti Márta lelkészasszonyt és Honthegyi Zsolt lelkész urat, hogy áldja meg. Kis László Esperes urat, hogy szentelje meg az új kenyeret. Erős vár a mi Istenünk! Testvéreim, Jézus Krisztus ezt mondja: én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. A lélek ereje járja át életedet, mint kovász ereje a kenyértésztát. A lélek ajándékai érleljenek hálás emberré, amint a napsugarak érlelik a szélringatta búzatáblát. A lélek tisztasága teremtsen rendet szavaidban, tetteidben, amint a kenyér hordozza a dolgos emberélet ősi, szép rendjét. A lélek örömet tegyen felszabadultá és nyitottá olyan emberré, akinek mindig van kenyere az éhezőnek. A lélek ereje töltsön el békességgel, amikor gondok szorongatnak, hogy hidd, a gondviselő Isten megadja mindennapi kenyeredet. A lélek vigasztalása segítsen neked újat kezdeni, úgy, ahogy a gondviselésből évről évre asztalodra kerül az új kenyér. A lélek jelenléte növelje hitetet bizonyossággá, és merd naponta kérni az élet kenyerét. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az Isten igéjét, amint szól hozzánk János evangéliumából. János evangélium a 6. részének 51. verséből eképpen. Így szól hozzánk az Úr Jézus Krisztus: én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Drága szeretett testvérek, hálát adunk a mi Urunknak, Istenünknek, hogy újra együtt lehetünk ezen a szép és szent ünnepen. Hálát adunk az Úrnak, hogy megtartott bennünket, megtartotta a családjainkat, megtartotta a városunkat. Hálát adunk neki az új kenyérért, az új termésért, hogy táplálja a mi testünket, hogy nem hiába imádkozzuk naponta, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Az Úr megadta nekünk, és hálát adunk neki, hogy ebben az évben is megadja. És hálát adunk neki azért, mert az Isten ezekben a nagyon nehéz időkben se hagy magunkra bennünket. Ő nekünk ajándékozta az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust, aki a mennyből szállt le, aki az életnek a kenyere, aki önmagáról mondta azt, hogy én vagyok az út, az igazság, és én vagyok az élet. Nem vagyunk elveszettek. Jézus az Isten fia, a mennyből leszállt égi kenyér itt van velünk. Mindennél inkább ezekben a nehéz időkben Jézus Krisztusra van szükségünk, hogy naponta lelkiképpen táplálkozzunk vele, táplálkozzunk belőle. Kérjük naponta imádságba segítségét,
Hallgassuk a szent igét a templomokba. Olvassuk a szent Bibliát. Az ő igéje erőt ad, bátorítást ad, reményt ad kitartani, hitet ad mindannyiunk életének. Táplálkozzunk a drága lelki kenyérrel, Jézus Krisztussal, aki megadja nekünk a mindennapi lelki táplálékot, de ennél többet is adott, mert hogy ő feláldozta önmagát a Golgotai kereszten. Ő maga mondta az utolsó vacsorán, amikor megszedte a kenyeret, ott a tanítványainak, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Úr Jézus Krisztus az életét érettünk áldozta, megtöretett a teste, hogy nekünk ne csak itt a földi világban legyen életünk, hanem vele legyen örök életünk a mennyek országába. Hálát adunk ma az új termésért, hálát adunk az új kenyérért, amely táplálja a testünket. Hálát adunk a mennyei kenyérért, Jézus Krisztusunkért, és hálát adunk Golgotai áldozatáért, amely elvezet bennünket a mennyek országába. Olyan szépen mondja 274. dicséretünknek a negyedik verse, így szól. Zeng hát az Úrnak, és járd az utad, mit éppen az Úr neked adott. Ő a mennyből gazdag áldást juttat, és majd Jézus ad neked szép és új napot. Ki benne bízik és remél, az mindörökké majd vele él. Így legyen, amen. Ezekkel a drága gondolatokkal megáldom most az új kenyeret. Legyen áldott az új kenyér mindannyiunk, magyarságunk számára. És megáldalak benneteket az Isten áldásával. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében könyörögjünk. Mindenható Atyánkunk és Istenünk, áld meg és szentel meg ezeket a kenyereket, mennyei áldásoddal, hogy akik ebből esznek, azoknak váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre, tarts távol tőlük mindenféle betegséget és gonosz lélek minden kísértését. Urunk Jézus Krisztus, te vagy az angyolok eledele és az örök élet kenyere, kérünk áld meg ezeket a kenyereket, mint ahogyan a pusztában az öt árpa kenyeret megáldottad, add, hogy akik ebből esznek, azok testüknek erőt, lelküknek üdvösséget nyerjenek belőle általad, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Mindenható Isten áldása szálljon el rátok, és az egyetek enyeket tudáltalak, a múlunk Jézus Krisztus által, az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében. Amen. Tisztelt vendégeink! Pap Gábor polgármester úr megszegi az új kenyeret, melyet a Tiszta Forrás dalkör tagjai a Szentlélek templom bejáratánál kínálnak majd önöknek kivonuláskor.
A szózatot követően a Tiszta Forrás dalkör tagjai kiosztották a megszentelt új kenyeret, majd a program zárásaként Pap Gábor polgármester és a képviselőtestület tagjai megkoszorúzták a Szent István domborművet a templomkertben.